Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Új idősek nappali ellátását segítő intézményt alakítanak ki Záhonyban. A város közel 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a beruházáshoz. Erről is szó lesz a mai műsorban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Nemzetiségi találkozó, Szatmár Cseke adott otthont az eseménynek. Beruházások Záhonyban, Európai Uniós forrásból fejlesztenek. Szántóverseny, gyakorlatias hagyományőrzés Nagyhalászon. Iskolakezdési támogatás, az önkormányzatok segítik a családokat. A roma nők társadalmi helyzete, a hátrányos helyzetű diákok segítése, valamint a román, szlovák és lengyel kisebbségek identitásának megőrzése. Egyebek mellett ezekben a témákban tartottak előadásokat Szatmár Csekén a nemzetiségi találkozón. Az eseményt a Vármegyei Önkormányzat szervezte meg az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című projekt keretén belül. Minél régebbre tudja valaki visszavezetni a családfáját, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a családi vérvonalban különböző nemzetiségek találkozását fedezi fel. Ezzel a gondolatmenettel kezdte köszöntő beszédét Sesták Oszkár, a Vármegyék Közgyűlés elnöke, a Szatmár Csekén tartott nemzetiségi találkozón. Szatmár Csekével a korábbiakban is együttműködtünk a rendezvénysorozattal, természetesen, hiszen az egyik kitüntetett településéről van szó a Vármegyének, a hinduk szülőhelyéről van szó, úgyhogy mindenféleképpen figyelünk Szatmár Csekére. És Szatmár Cseke pedig egy nemzetiségi főzőversenyt szervezett, itt gasztrofesztivált szervezett a település, ennek az előkészületei már zajlanak. A szilvaekvány főzőverseny mellett, vagy azt megelőzve, hiszen a szilvaekvány főzőversenynek még nagyobb hagyományai vannak itt a településen, a lekvárfőzésnek, illetve ennek a rendezvénynek, és ehhez csatlakozik a mi rendezvényünk, amely egy emlékátadót is tartalmaz, megemlékezünk arról, hogy együttműködtünk ebben a néhány éves programban is, remélhetőleg a jövőben is a identitásőrzésben, illetve olyan előadások kapcsolódnak ehhez a főzőversenyhez, amelyek a megyében élő nemzetiségek, kitüntetett a roma nemzetiség, cigány nemzetiség helyzetéről tart előadásokat, illetve megbeszélni valót. Leginkább a roma cigány nemzetiséggel vannak napi érintkezési pontjaink, hiszen ők vannak legnagyobb számban a Vármegyében. Csekély számban németek a határ néhány településén, illetve Napkoron, Rakamazon, és hát tirpákok, szlovákok, akik eltűnőben vannak sajnálatos módon. Emellett persze a nemzetiségi törvénynek köszönhetően van Nyíregyházán lengyel nemzetiségi önkormányzat, ruszin, ukrán nemzetiségi önkormányzat is működik a vármegye székhelyen. Tehát ezek a nemzeti közösségek igazán kis létszámúak, és mondjuk az utóbbi években betelepültekből állnak, hiszen őshonos nemzeti közösség, tirpák, szlovák közösség van Nyíregyháza környékén, Nyíregyháza bokortanyáin. Nagyon erősen, sajnos nagyon erősen asszimilált állapotban, és ugyancsak ez igaz a németekre is. Bárkányi Tamás kiemelte, a vármegye települései erős kapcsolatot építenek a lengyel testvértelepülésekkel, ami a két ország közötti együttműködést is erősíti. 7 olyan megyei településünk van, akinek élő lengyel testvértelepülési kapcsolata működik. Legizgalmasabb az ópályi együttműködés, mert ópáinak a testvérváros Dukla, ők 46 évvel ezelőtt kötötték meg az együttműködési szerződést. Tehát tulajdonképpen a nemzetiség az él mindenütt, de a legfontosabb dolog, hogy a magyar és lengyel nép közösen tudjon gondolkodni, élni és boldogulni. Erősné Balogh Szilvia, az Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesületének elnöke úgy fogalmazott, céljuk a roma kisebbségek segítése a társadalmi felzárkóztatásban. Például az iskolai lemorzsolódás megakadályozásával, de különösen fontos számukra a roma nők támogatása is. A roma nők terén én azt gondolom, hogy ott nagyon nagy változás van, hiszen a roma nők egy körülbelül 10 éve elkezdtek másképp gondolkodni, másképp élni. Ugye azok a fajta tradíciók, amit korábban jelen voltak, hogy a férfi ugye otthon eltartotta a feleséget, és otthon volt, hogy a családanya szerepét töltötte be csak a nő, most már megjelennek a munkaerőpiacon, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ugye a mindennapi megélhetést és a szükséglet
jöttek kielégítéséhez, nagyon fontos, hogy egy családban legalább a két szülő dolgozzon. Én azt gondolom, hogy ugye ez a mai napi rendezvény is, ha mondhatom, ugye a második legnagyobb megye vagyunk, ahol a legtöbb roma él a megyénkben. Én azt látom, hogy elindult egy ilyen felfele fejlődés, hogy nagyon sokan már dolgoznak, más értékrenddel bírnak. Azokat a régi hagyományos tradíciókat, amik nem voltak annyira jók, azokat próbálják elengedni. Gondolok itt a továbbtanulásra, hogy a roma lányokat nem nagyon akarták elengedni továbbtanulni. Gondolok arra, hogy azok az értékek, amik korábban voltak, hogy szűk családban hogyan éljenek, tágabb családban hogyan éljenek, viseletre gondolok, hogy hogyan öltözködjenek. Az most valahogy azt látom, hogy kezd elhaványolni, illetve arra is, hogy a korai mondhatni férhez menés is már kezd a láb hagyni, és azt látom, hogy most már az érték az, hogy tovább fejlődjünk, tovább tanuljunk más értékrendekkel, de mindezek mellett a tradicionális értékeket, hagyományokat őrző családoknál nagyon fontos az, hogy még mindig őrzik a nyelvet, a táncot, a zenét. Vannak olyan családok, ahol próbálnak asszimilálódni, és nyilván ez attól is függ, hogy milyen közösségben élnek, milyen településen élnek, de gyakorlatilag azt látom, hogy elindult egy változás. Laborci Géza, az oltalomszeretett szolgálat igazgatója úgy fogalmazott, a mai történelmi helyzetben különösen fontos, hogy a nemzetiségek és a különböző kultúrák találkozásából ne konfrontáció, hanem egy új minőség szülessen. Azt látjuk ma a világban, hogy a különböző kultúrák találkozása az mekkora feszültségforrás, és azon dolgozni, hogy a helyi közösségekben a kisebb patriánk területén mondjuk ebből egy új minőség születhessen, az mindannyiunknak egy nagyon komoly közös feladata. Ezen belül mi az oltalom szeretett szolgálattal nyilván olyan programokat végzünk, akár Nyíregyházán, akár a megye más településein, amely alapvetően mindenkihez szól, és mindenki számára segítség, nem vallási vagy nemzeti hovatartozás alapján várunk embereket, hanem mindenkit várunk, aki bajba van és segítségre szorul. Tehát ez a kettő együtt igaz, hogy létezik nemzeti vagy kisebbségi identitás, de létezik emberi, a társadalmi együttélésben probléma, gond, konfliktus, lemaradás, azt megkezelni kell, és a kettő együtt igaz. Mi azért is vagyunk itt, mert mi ilyen egymásra épülő szolgáltatási lépcsőfokokat építettünk ki az évtizedek folyamán, hogy aki bajban van, az a gyerekkortól éppen akár az egyetemig is tudjuk végigkísérni. A fetébe a első 1000 napon kapjon a gyerek egy olyan segítséget, meg a család, hogy ne a nyomor szocializálja, hogy mire az óvoda kapujába ér, sokszor a nehéz helyzetben lévő gyerek már alkalmatlanná válik mindenre. Az első 1000 napban a beavatkozásokkal segíteni próbáljuk, hogy ez ne így legyen. Óvoda, iskolába megfelelő képességű gyerek érkezzen, kollégiumainkba fogadjuk a nehézebb sorsú gyerekeket, és ott kap szintén egy többlettámogatást, vagy a tanodákon keresztül, és aztán a szakma, vagy a egyetemen, egészen az egyetemig, és a roma szakkollégium meg azt segíti, hogy akkor már diplomához is jussanak. Tehát a születéstől a diplomáig tartó úton próbáljuk végigkísérni a nehéz sorsúakat. És ez nem csak romákat jelent, magyarokat is mindenkit jelent. Nyilván a megye sajátosságait figyelembe véve a legtöbbször ez nyilván roma program. Van tapasztalatunk arról, hogy a felzárkózó település programban mondjuk Olcsván egy fiút, aki tehetséges, kiemelünk, de nem hatósági eszközökkel emelünk ki, hanem a család együttműködve, hogy a nyíregyházi kollégiumban lakik nálunk, egy szakmát tanul, és ez az egymásra épülő, ez a fetének a gyümölcse, és másott is ezt csináljuk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen fajta
van tanodánk, amiben segítjük azokat, akiknek lemaradásaik vannak. Tehát a felzárkózás az nem egy varázsszó, hanem pontosan egymásra épülő szolgáltatások hálózata, amivel segítjük azokat, akik különlegesen nehéz élethelyzetben vannak. Laborczy Géza előadásában elmondta, hogy eddig 150 diákot támogattak az egyetemi tanulmányok megkezdéséig. Közülük eddig 130-an szereztek diplomát, és valamennyien azóta is aktív munkavállalók, sokan közülük valamely szociális területen. Európai Uniós forrásból valósulnak meg fejlesztések Záhonyban. Jelentősen javulnak a közlekedési feltételek. Több utat is újra aszfaltoznak, egy kereszteződés is biztonságosabb lesz, valamint két ledes okos zebrát is kialakítanak a városban. Szociális területen is komoly beruházás veheti kezdetét hamarosan, új idősek nappali ellátását segítő intézményt hoznak létre, erre csaknem 500 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat. Murvás talajon közlekednek a gépjárművek Záhonyban az Arany János utcán. Hamarosan gördülékenyebb lehet itt a közlekedés, hiszen teljesen új szilárd burkolatot kap ez a szakasz. Emellett további három töredezett és kátyúkkal teli utcát aszfaltoznak újra, két igencsak forgalmas helyen pedig ledes okos zebrát alakítanak ki. A fejlesztéseket teljes egészében Európai Uniós forrásból valósítják meg, mondta el a projektnyitó rendezvényen Helmeci László Záhony polgármestere. Az új Európa Uniós fejlesztési ciklusban a TOP pluszos projektekben tudtunk pályázni utak felújítására. Pontosabban négy útszakasz fog megújulni. Egy olyan útszakaszunk, ami még nincs szilárd burkolattal ellátva, ez egy régi adósság már a lakosság felé, az Arany János út teljesen új burkolatot kap, és valamint három olyan útszakasz kap majd egy kopó réteget, ami szintén már elhasználódott és nagyon ráfér a felújítás, és két közlekedés biztonság vagy közlekedés technikai megoldásunk is lesz, egy újítás, ahol ledes gyalogos átkelők épülnek az iskola környékén, a Műlési Háznál és az általános iskola átjáróinál. Az Arany János utcára van egy építési engedélyünk, ami 2024. februárjában lejárt, tehát ezt mindenképpen addig meg kell, hogy csináljuk, vagy legalábbis el kell, hogy kezdjük. Én szeretném, hogyha ez most az ősz folyamán elkészülne. Lehet, hogy a zebrák és a meglévő utak felújítása egy kicsit csúszni fog, de mindenképpen jövő év tavaszára ezek át lesznek adva. A beruházások költségei összesen közel 200 millió forintot értékel. Ez pedig már Záhony egy régi, leromlott állapotban lévő épülete, amely korábban általános iskolaként üzemelt. A közelmúltban a Kárpátaljáról érkező menekülteket fogadták ezen a helyszínen. Hamarosan felújítják ezt a létesítményt, amely új funkciót kap ennek köszönhetően. Az önkormányzat közel 500 millió forintos támogatást kapott arra a célra, hogy az átalakítást követően idősek nappali ellátását nyújtó intézményt hozzanak létre. Erre nagy szükség is van, mert Záhonyban több mint 1000 nyugdíjas korú ember él. Erre a magyar kormánytól és az uniótól 490 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Teljes egészében finanszírozza ezt a támogató. Itt jelenleg menekült ellátást biztosítunk az Ukrajnából érkező háború menekülő lakosoknak, állampolgároknak. Valószínűleg december végéig megszűnik ez a tevékenységünk, és azt december után tudjuk elkezdeni a pályázat megvalósítását. Addig is folynak a papírmunkák, a közbeszerzés, a tervezés engedélyeztetése, de már látjuk azt, hogy mikor tudjuk elkezdeni, és ez mondom valószínű, hogy januárban el tudjuk kezdeni. A térségi szociális központ fogja üzemeltetni majd idősek nappali ellátását, és a gyermekvédelmet is itt szeretném majd elhelyezni. Nagyon nagy igény van rá, mert a város elöregedő lakossága igényli ezt a szolgáltatást, de leginkább a idősek bentlakásos otthonára lenne szükség, viszont erre nem tudtunk pályázni. Egyelőre kezdünk a napközi ellátással, és aztán ha tudjuk, akkor megpróbáljuk kialakítani a bentlakásos otthont is. A városban több mint 1000 nyugdíjas korú állampolgárunk vagy lakosunk él, ami azt jelenti, hogy a lakosságnak a 25%-a, tehát nagyon nagy igény van arra, hogy az idősekkel is tudjunk foglalkozni megfelelő szinten. 20 fővel terveztük az idősek nappali ellátását,
lesz rá lehetőség, hogy akár ezt a létszámot tudjuk megemelni, mert épül a régi épület mellé egy korszerű társalgó, már megépültek a szociális kiszolgáló helyiségek, egy vadonatúj mosodát építettünk mellé, tehát én azt gondolom, hogy nem lesz akadály annak, hogy akár 30-40 főre is föl tudjuk fejleszteni. És amellett, hogy az idősek ellátásának a színvonalát tudjuk javítani, emellett több szakképzett kollégát is fogunk tudni majd alkalmazni, akik jelenleg még nincsenek itt a szociális központban, de ez mind új munkahelyet fog teremteni. Én azt gondolom, hogy 2-3 embert tudunk alkalmazni ebben vagy ezen a munkahelyen is. Az új intézmény várhatóan jövő év nyarán kezdi meg működését Záhonyban. Hagyományőrző rétközi lófogatolású szántóversenyt rendeztek Nagyhalászban. A rendezvényt Csikós bemutató és a fogatosok ügyességi versenye színesítette. Az idén már 16. alkalommal megrendezett program feleleveníti a hagyományokat és nagy népszerűségnek örvend, hiszen idén is több mint 20 lófogat kezdte a szántást a homoktanyán. Hajdúságból érkezett csikósok lovas mutatványai szórakoztatják a közönséget. A 16. hagyományőrző rétközi lófogatolású szántóverseny megnyitóján a színpad előtt sorakoznak a díjak, melyek a beszántott területek mustrája után kerülnek kiosztásra. 23 eke válta a barázdát, 5 vármegyét képviselve. 2007-ben kezdtük ezt a rendezvényt. A Szőke Lászlóné Erika kezdeményezésére, aki a lovas csapatot összefogta, és gondolta, hogy ezt a régi hagyományt, amivel őseink megművelték a földet, ő szeretné, hogyha verseny lenne ezek az emberek között, akik minden nap megmérkőznek ezért a kenyérért, és elindítottuk 2007-ben ezt a rendezvényt, és azóta töretlenül minden évben meg tudtuk rendezni, és az a öröm számomra, hogy még mindig 23 versenyző neki tud állni a barázda kezdésnek is el tudja kezdeni a tehetségének a bemutatását. A kisebb földterületeken, nagyobb kertekben máig munkában vannak a lovak, és ennek számos előnye is van. Ló és gazda összeszokott rutinja, a gördülékeny munka záloga. Mi alapján nyer valaki? A minőségre mennek, nem a gyorsaságra, hanem a minőségre, ki milyen szépen szántja le azt a területet, amit kimértek neki. A mindennapokban szokott még ilyen módon szántani? Igen. Igen, valóban még? Nagyon kevés. Lóval történő szántásnak van-e valamilyen előnye egy traktoros szántáshoz képest? Igen. A traktor ugye jobban letapossa a földet, a ló meg nem. Amit felszántottunk földet, a ló azért kisebb évben meg tud fordulni, kisebb helyen, traktorra meg leforogjuk azt, letapossuk azt a felszántott földet, amit felszántottunk. Egyedüli lányként indultál el a mai versenyen. Egyrészt mi ennek az oka, másrészt hát hogy jutott eszedbe neked szántani? Igazából nekem már gyerekkorom óta végig kísér ez a lovas élet, úgymond. Aztán úgy volt, hogy tavaly indulok, csak végül egy tanulmányi kirándulás közben jött, aztán így jött most ez. Mindig is vonzott, aztán most úgy jött a lehetőség, hogy kipróbálom. És lovagolsz is egyébként? Most nem, de tavaly lovagoltam utoljára. Kicsit feszült voltál. Most ezt megtudtam, hogy az első barázdát azt megnézik, hogy történt valami olyan, aminek nem örültél annyira? Igen, már az eleje nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, aztán így. Mi a fontos? Hogyan kell sikerülni az elejének? Egyenesnek is kell lennie, megfelelő mélységnek is meg kell lennie, aztán így. Az egyenes az nem sikerült, aztán így most kicsit feszült vagyok. A lónak mennyire kell ebben jártasnak lennie, illetve annak is, aki az ekét fogja? Mind a kettőnek. Béci mennyire szokott hozzá a szántáshoz? Én már hozzászokott, én már 9 éve elmúlt, hogy nálam van, hogy attól kezdve mindig 3 éves korától, hogy szánt. Tehát ez azt jelenti, hogy a földet azt sok esetben nem traktorral művelik, hanem lóval. Igen, lóval van. Hát az olyan a kerteket, azt tudni valahogy általában, ami olyan kisebb kertek, az mind lóval. És néztem, hogy különböző ekékkel vannak itt. Van-e valami olyan, amitől jó lesz egy eke erre, amitől a legalkalmasabb? Van annyi, hogy ezt az ekét két lónak kellene húzni igazság szerint. A súlya miatt? Igen, ez két lóos eke, de én ezzel szoktam szántani úgy általában mindig. Igen, az látszik, hogy van barázda, ami mélyebb, van barázda, ami nem annyira mély. Igen, úgyhogy hát az attól függ, milyen mélységre állítjuk, meg hogy bírja a paripa. Hát. Ugye nem minden ló alkalmas erre a munkára. Igen, nem minden ló alkalmas, persze. Hát erre be kell tanítani általában, hogy. És az, hogy össze kell szokni a gazda és a ló között, szeretet legyen.
Zsűri értékeli az első barázdát több szempont alapján. Ennek meghúzása egyszerre történik. Azt követően mindenki a maga tempójában dolgozik, a ló vezetéséért pedig pontlevonás jár. A gyorsaság nem a legfontosabb szempont, a hangsúly az elvégzett munka minőségén van. 16 éve született egy elképzelés, miszerint legyen egy olyan hagyományőrző nap, ahol szántanak lovasfogattal. Mi indította erre a gondolatra? Gyerekkoromtól kezdve lovas embernek tartom magam, szüleimnek is voltak lovai, majd férjhez menetelem után szintén lovak között vagyunk, jelenleg is vannak lovaink, állatbarát vagyok, szeretem a lovakat, és szeretem a szép dolgokat, a szép hagyományokat. Ekkor jött ez a gondolat, hogy próbáljuk meg őseink örökségét továbbvinni, bemutatni a mai gyerekeknek, hogy régen hogyan is dolgoztak az emberek, ló és lovas barátságát bemutatni. Innen indult ez az egész gondolat, és jelenleg a 16. alkalommal vagyunk itt. Mennyire nehéz most ennek a megszervezése? A megszervezés, a 17-nek a megszervezése az a mai naptól kezdődik. Tehát levonjuk a negatív dolgokat, meghallgatjuk a építő jellegű negatív kritikákat, és akkor tovább gondoljuk a dolgot, hogy mit lehet még belevinni, hogyan tudjuk bővíteni, mit tudunk még bemutatni, kit tudunk meghívni. Tehát végül is ez egyik rendezvénytől a másik rendezvényig a gondolatok forognak, és szervezzük és tervezzük. Hány csapat jelent meg a mai napon? 25 versenyző nevezett a mai napon a 16. szántóversenyre. Nagyon szép a csapat, nagyon sok helyről, 5 megyéből érkeztek versenyzők, különböző tájegységekből jöttek, és nagyon nagy szeretettel vártuk őket, és fogadjuk őket, és remélem, hogy bemutatják, hogy nekik hogyan is működik ez a szántás megművelése, a föld megművelése. És hány díj lesz kiosztva a mai napon? Díjazás szempontjából két kategóriát veszünk, az egyes fogatolású és a kettes fogatolású külön lesz értékelve, és a két összevetésben pedig egy vándorserleg van, amit mindig őriz a legjobb. Nyakunkon a tanévkezdés, így a tanszerek iránti roham is felgyorsul az utolsó napokban. Az önkormányzatok igyekeznek enyhíteni a háztartások kiadásain. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők iskolakezdési támogatásán túl Nyíregyházán például minden alsó tagozatos tanuló jogosult tanszercsomagra. Ez csaknem 4500 kisiskolást érint a vármegyeszékhelyen. Nyírtalken pedig nem elsősorban az iskolakezdésre fókuszálnak, az önkormányzat egész évben átvállalja a helyi bölcsődések, óvodások és általános iskolások étkeztetésének költségeit. Ceruzák, füzetek, iskolatáskák, roskadozó polcok a papír írószerekben. A nagyobb üzletek már hónapokkal a szezon előtt beszerzik az ilyenkor keresett termékeket. Táskákból például iskola kezdés előtt a készlet 90%-át vásárolják meg. Még éppen időben vannak a szülők, aki teheti a gyereket is bevonja a választásba. Megveszünk mindent, táskát, füzetet, toltartót. Miért szeretnél, milyen táskát vagy toltartót? Versenyautósat. Újdonságok is akadnak, ez a ceruza fémhegyű, nem kopik és nem kell hegyezni, ahogy ezt a magából a színező anyagból készült ceruzát sem. Kapni mindent is lehet, a szakemberek szerint azonban a tanszervásárlást nem csak muszáj, hanem érdemes is a szezonra időzíteni. Én azt szoktam erre mondani, hogy az írószeresek rosszul vannak összerakva, mert a turizmusban, amikor szezon van, akkor felmennek az árak. Nálunk, amikor szezon van, lemennek az árak. Hát ez így alakult ki az évek hosszú során, és most is így van, hogy ugye a gyártók ilyenkor szeretnék a saját termékeket eladni, ezért kedvezményeket adnak, olcsóban adják a termékeket, többet vásárolunk olyankor belőle, és ez ugye továbbadásra kerül a vásárlók fele. Tehát ezért van az, hogy az iskola szezonban olcsóbban lehet megvenni a terméket, mint majd az iskola szezon után. Most eladjuk a táskák 90%-át, és utána már csak
úgy adunk el táskát, hogy ha valaki éppen októberben jött rá, hogy nem bírta mégsem a tavalyi táska is tönkrement, vagy a nagymama azt mondja, hogy jövőre elsős lesz a kisunokám, és megveszi karácsonyra az elsős táskát, tehát utána a táskák vásárlása ilyenre korlátozódik. Az iskolai kellékek, tehát a füzetek, a színes szeruzák, grafit szeruzák, a tollak is, de azok annyira nem, rajzeszközök, ezek ilyenkor fogynak, és utána gyakorlatilag nem. Tehát utána a polcon ott vannak, mert hogyha valakinek kell legyen, de nem, nincs belőlük már jelentős fogyás. Az árak persze nem mellékesek. A kereskedők szerint a tavalyi árrobbanás után idén nincs jelentős drágulás, sőt akad olyan termék, ami olcsóbb az előző évihez képest. Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével viszont az irodai papírokat jelentős hulladékkezelési díj sújtja, ami az iskolai füzeteknél, más papírtermékeknél is kismértékben ugyan, de megjelenik. A minőségibb, tartósabb termékekért azonban a kasszánál is többet kell fizetni. Most kicsit megünk lőve, ugye a kicsi fiam elsős, ő pedig harmadikos, és hát most 3 éve kezdtünk vásárolni először a kicsinek, vagy a nagynak, akkor sokkal olcsóbb volt minden. Hát most a 2 gyereknek megvettem a ceruzákat, mindent, tollakat, füzeteket, csak 50 000 volt, és most megint vettünk még pluszba a tornazsákot, tolltartókat, az megint 50 000 forint, és még ruha nincs, szóval elég sok lesz. A kereskedők akcióznak, a nagyobb dömping pedig már el is indult. Sokan ugyan kivártak, de olyan is van, aki a drágább termékeket már a nyár korábbi részén beszerezte. Többféle vásárló van. Az egyik a beosztó típus, aki azt mondja, hogy júliusban már az óvodáskorú gyereknek megveszem a táskát, vagy esetlegesen a nagyszülő, mint ajándékban, óvodai ballagásban ezt megteheti. Van a másik típus, aki azt mondja, hogy várjuk meg, hogy esetleg kapunk-e támogatást munkahelyről bárhonnan. Ezek nagy általánosságában augusztus 20-a környékén derülnek ki. A dömping nálunk 20-a után és szeptember 1-e közé tehető. Aztán beszéljünk a középiskolásokról, felsőoktatási intézményekről, ahol alapvetően nem ez az elsődleges prioritás, hogy most rohanjunk a papírboltba. Ők várnak majd szeptemberben, amikor elment a nagy könyöklés és sorbanállás, ők akkor megjelennek és vásárolják a minőségi írószereiket, amit ők szeretnek használni. Az iskola padok tehát alig több mint 1 hét múlva benépesülnek a vármegye valamennyi oktatási intézményében. A tanévkezdés minden évben izgalmas időszak gyermekeknek és szülőknek egyaránt. Utóbbiak számára azért is, mert a tanszerek, eszközök vagy épp a testnevelési órákhoz szükséges ruhák beszerzése komoly kiadásokat jelent a háztartások számára. Ezeket a terheket próbálják csökkenteni az önkormányzatok. Nyíregyházán is számos iskolakezdési támogatás adott, mondta el Jászai Menyhért, a város alpolgármestere. Valamennyi olyan személy, és nem is mondom azt, hogy gyermek, mert lehet adott esetben, hogy már nagykorú is lehet, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az vagy 6000 vagy 6500 forintot fog kapni, most augusztus 25-től 31-ig kézbesíti a posta. Novemberben újabb etap lesz, ez megkönnyíti a családoknak az életét, és ez ahhoz a minősítéshez van kötve, hogy rendszeres gyermekkedvezményben részesül az illető vagy sem. Az augusztus 1-i állapotokat vesszük figyelembe jelen esetben, hiszen ennek van egy finanszírozás és egy logisztikai oldala, ki kell jutatni az utalványokat, de aki úgy érzi, hogy ő egyébként rendszeres gyermekkedvezményben részesül, jogosult lenne, de nem kapja, akkor fáradjon be az ügyfélszolgálati irodára, a szociális ügyeket intéző kollégák rendelkezésre állnak, mert akkor a jegyző megállapítja ezt a kedvezményt, és innentől kezdve egy sor dologhoz majd jogosultak. Szintén nagy segítséget jelenthet a családok számára iskolakezdéskor az önkormányzat által biztosított tanszer támogatás. A város nettó 2000 forint értékű csomaggal látja el az első, második, harmadik és negyedik osztályosokat. Ez csak nem 4500 tanulót érint a vármegye székhelyen. A jogosultak az első tanítási napon vehetik át az eszközöket. Nem csak az iskola kezdésre igényelhető azonban támogatás, a szülők egyfőre jutó jövedelme alapján a tanév közben is segítséget kaphatnak a fiatalok. Az egyik egy bérlettámogatás, a rászoruló gyerekek bérleteit 50-80%-ban visszatérítjük, ez megint a minősítéstől függ, hogy milyen a rászorultságnak a foka, de ezt kérhetik, ez egy nagyon kedvező dolog, és ha az idei esztendőben vezetünk be egy új támogatási formát,
Hogyha valakinek a egyébként nem jogosult étkezési kedvezményre ki kell fizetni a teljes étkezési költséget, de valamiért nem fér be egy támogatási formába is, de rászoruló, akkor neki nyitottunk egy csatornát, és tőlünk érheti 4000 forint per főben maximálva, hogy az étkezési költségét is támogassuk. Hát ha ezt felszorozzuk 10-zel, akkor az egy 40000 forint, hogyha valaki egészében jogosult. Tehát igyekszünk mindig figyelni azokat a mozgásokat, hogy milyen dolgok történnek, emelkedtek az élelmiszerárak, emelkedik a térítési díj, és akkor tudunk-e kell-e segítség, akkor próbáljuk meg, hogy milyen támogatással tudunk. Még csak átutazóban kerékpároznak Nyírtelek iskola utcáján a gyermekek édesanyjukkal. Rövidesen azonban a helyi katolikus általános iskola is élettel telik meg. Készülnek a kezdésre az önkormányzatnál is, itt azonban nem elsősorban a tanév elejére, hanem annak egészére irányítják a támogatást. Szekeres József Nyírtelek polgármestere azt mondta, a 6000 és 6500 forintos támogatás náluk is biztosított, a városvezetés azonban egyedi módon egész tanévre vonatkozó támogatást biztosít. Mi inkább azt választottuk, hogy egész évben ingyenes étkezést biztosítunk a gyermekek számára. Ezt egy felmenő rendszerben találtuk ki, először az óvoda, a bölcső, de aztán pedig az alsó tagozat, majd a felső tagozat. Ez havi 15000 forintot jelent a családoknak, gyerekenként természetesen, és ezt mi egész évben biztosítjuk a számukra, de a nyári alkalmakat is megragadjuk, amikor pályázat van, akkor azokat a gyerekeket, akik már tudnak munkát végezni, azokat természetesen ide csábítjuk magunkhoz, és tulajdonképpen ilyen nyári munkában foglalkoztatjuk őket, amelynek a szocó részét az önkormányzat biztosítja és fizeti. Nem csak az óvodások és kisiskolások, hanem a felsőoktatásban tanulók számára is érhető el támogatás. Ahogy Nyíregyháza, úgy Nyírtelek is részt vesz a Burza Hungarika ösztöndíj pályázatában. Ezt a havi finanszírozású támogatást hátrányos helyzetű, nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint felsőoktatási szakképzésben tanulók igényelhetik. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!